Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragoncs Rita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Rengeteg programmal várták a kultúrára szomjazókat a múzeumok éjszakáján, évadzáró hangverseny a szekszárdi evangélikus templomban. Rockenbauer Pál egykori kollégái is csatlakoztak ahhoz a túrához, amit néhány napja szerveztek Szekszárdon. Öt órai Tea, a Dombóvárról elszármazott Jászai Mari díjas rendező, zenetanár, érdemes művész volt a vendég. Rengeteg programmal várták a kultúrára szomjazókat a múzeumok éjszakája keretében. Tolna vármegyében esti tárlatvezetéssel, valamint egyéb érdekességekkel készültek a szervezők. A szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeum is csatlakozott a múzeumok éjszakája országos programsorozatához. A négy helyszínen megrendezett színes kavalkádban minden résztvevője veszhette az éjszakai barangolást. De még a gyerekeket is érdekes, játékos tevékenységekkel várták. Idáig az államházát nézték meg, hogy azzal szeretnénk majd mi játszani. Igaz, hogy nem ismerjük. Igen, nekem szerintem tetszik. A szekszárdi múzeum minden évben csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Már délután 5 óra körül tömegek érkeztek, hogy megtekintsék a nem mindennapi programokat. 2023-ban is csatlakozott a szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum a múzeumok éjszakai rendezvény sorozathoz. Idén is mind a négy kiállítóhelyünkön szerveztünk programokat. 17 órától 24 óráig várjuk az érdeklődőket. Van egy vezérfonala ennek a mai napnak, ez nem más, mint a zene, ami abból adódik, hogy két időszaki kiállításunk, a Vármegyeházán a Bogár István 100-as emlékkiállítás, illetve a főépületünkben az Omega 60 kiállítás, mind a kettő kapcsolódik népzenéhez, illetve a rockzenéhez, úgyhogy próbáltunk ehhez adódóan koncerteket szervezni. A Babics házba Kovács Gábor egy zenetarisznya című zeneösszeállítást ad elő, táncházat fog produkálni a Csurgó zenekar este 8 órától, illetve 10 órától a főépületbe Szekeres Tamás, az Omega együttes egykori zenésze, Omega számokat akusztikus módon ad elő, tehát egy órás koncert keretében. Az épületnek ilyenkor olyan részeit is megnyitják a látogatók előtt, amiket különben lezárva tartanak. A szekszárdi intézményben a mára már hagyománnyá vált elemlámpás padlástúrát is megtartották. Emellett rengeteg játékos elemet is, foglalkozást is tartunk, tehát a legkisebbekre is gondolva, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, megyeházán, főépületbe, Babicsházba, egészen az idősebb korosztályig úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja itt a program kínálatba az őt érdeklő programelemet. És hát ami nagyszerű ebbe a dologba, ez nem szekszárdi találmány, hát mivel országos rendezvényről van szó, hogy itt egy karszalaggal lényegében mind a négy kiállítóhelyünk látogatható. 6 év alatt pedig még ráadásul ingyenes is. Úgyhogy ez így szokott zajlani, és nagy öröm, hogy most már is szépen folyamatosan jönnek a látogatók. Kiállító helyénkre, termeinkben külsősök is besegítenek, és felügyelik azokat a termeket. Vannak kijelölt helyszínek, folyosón például a kézműves foglalkoztató, a második, az Omega kiállítás melletti másik terem lesz a koncert termünk a főépületbe, a könyvtárterembe van most egy hangszerelem stúdiónak egy produkciója, majd egy kvízműsor is lesz, tehát ilyesfajta játékok is. Az emeleten a régebbi időszaki termünkbe, ott társasjátékklubot tartunk, tehát az is mostanában népszerű. Aki látta ezeknek a reklámanyagát, az körülbelül sejteti és tudhatja, hogy milyen jellegű játékokkal találkozhatnak, és nagyon reméljük, hogy ez eljut azhoz az érdeklődő réteghez. Bármegye szerte több helyszínen is voltak érdekes szórakozási lehetőségek. Bonyhádon is élvezhették a látogatók az éjszakában nyúló történelmi kalandozásokat. A Haramzatestvérek jóvoltából még bajvívás bemutatót is láthattak. Mi a 14. század végével, 15. század elejével foglalkozunk ennek a korszaknak a hadi kultúrájával. Ez egy nagyon izgalmas és azt gondolom, hogy magyar történelemben egyedülálló korszak, amikor a lovagi kultúra egyszerre van jelen a keleti lovasnomád hagyományokkal a harcászatba. Ennek sok nyoma fölvehető, vagy fölfedezhető, amit mi látunk itt az alapvetően most a klasszikus nyugati mintájú nehéz páncélos harcászat, mind lovas, mind gyalogos vonatkozásába. De még az épületben is megtekinthetőek voltak a korabeli fegyverek, viseletek. Az a célunk, hogy minden évben valamilyen újszerű programot
mutassunk a bonyhádiaknak, illetve az érdeklődő völgységi közönségünknek, és bízom benne, hogy tavaly ez sikerült, és idén is sikerülni fog. Mik ezek az újdonságok, mondjuk idén minden találkozhatnak a fiatalok? Haramza testvéreknek a lovagi játéka az, ami bonyhádon még sohasem volt, tehát ez mindenképp egy újdonságnak tekinthető. Emellett természetesen különféle kórusok fellépések, táncdal, különféle szavalások, illetve mindenféle gyermekeknek szánt program az, ami korábban még nem volt elérhető, ezzel igyekszünk valamilyen újdonságot hozni Bonyhádra. A Dombóvári Művelődési Ház is csatlakozott az országos megmozduláshoz. Itt 11 helyszínen várták a vendégeket. Ilyenkor csatlakoznak hozzánk olyan kiállítók is egyébként, akiket évközben nem annyira látogatnak, mert mondjuk korlátozott a nyitvatartásuk, és az is egy nagy öröm, hogy közlekedik a városjáró kisvonat 18 órától, így ki lehet menni a helyszínekre. Annak külön örülünk, hogy például külső helyszínként a Tüskei Horgásztóra Madárvártához lehet menni, a gyűrűzési bemutató van, illetve a tárlatot mutatja be Nagysanyi bácsi, és a Szőlőhegyi Alkotóház, mint Dombóvárhoz tartozó városrész, ott is nagyon érdekes, épp most egy láncfűrészes szobrásznak van a bemutatója, de hát ezen kívül még látogatható a mozi, ami egyébként évközben nem, látogatható a részemlékház, aztán természetesen a helytörténeti gyűjtemény, ott is új kiállítással készültünk. A 21. Múzeumok Éjszakáján országosan 450 intézményben több mint 2700 programmal várták a látogatókat szombat délutántól vasárnap hajnalig. Áhítattal egybekötött közös hangversenyt adott a Gárdonyi Zoltán Református Együttes és a Kaposvári Zenekedvelő Kórus a Szekszárdon az evangélikus templomban. A két énekkar már hosszú évek óta ápol baráti viszonyt. Megteltek a szekszárdi evangélikus templom padsorai, ugyanis évadzáró hangversenyt adott a Gárdonyi Zoltán Református Együttes és a Kaposvári Zenekedvelők Kórusa. A névadó a protestáns egyház zene kimagasló alakja, és ezt a kórust közel 30 éve alapította meg nagy tiszteletű Lemle Zoltán, református lelkipásztor. Versenyekre járt a kórus, hangversenyezik, Szekszárd város kiemelkedő művészeti együttese, és igyekszem a repertoárt is, illetve a tagságot is újítani, fiatalokat megszólítani. A két kórus már régóta jó viszonyt ápol egymással. Elmentem egy karnagyi továbbképzésre, és az Ani néni magával ragadó lendülete ismertetett minket össze, és meghívtam őket Szekszárdra. Ani néni egy olyan pedagógus, azt gondolom, akinek a lelkesedése túl a 70-en fölül mindenkire átragad. Nagyon szereti a szakmáját, nagyon jó ember, nem véletlenül választották, vagy tisztelték meg azzal, hogy Kaposvár díszpolgárának jelölték. Az ottani énektagozatnak volt az alapító karnagya, és most is vezet kórusokat, nyugdíjasként is tanít, és ő kitalált kórus találkozókat. Az egyik ilyen az éneklő panónia, amit két évente rendeznek meg, és úgy hívják meg a kórusokat. És már így több alkalommal a Gárdonyi kórus vendég szeretetüket élvezhette. Ez a zenekedvelő kórusa, az én kórusom, az a sok közül az egyik, de a kedves kórusom. 1994-ben, április 11-én, éppen a költözet napján ültünk össze először, 9 fővel, majd aztán szeptemberben már voltunk több mint 20-an, és azóta is együtt énekelünk, sok féle feladatot is fölvállal a kórusunk, így országos fesztiválokat segítünk szervezni, kicsinyek kórus országos fesztivált, aztán felnőtteknek éneklő pannónia címmel, mindig két évenként a kicsiket, két évenként a felnőtteknek, és szeretünk utazgatni, szeretünk barátságokat kötni más kórusokkal, hát így örömünkre a Gárdonyi kórussal is régóta tart a kapcsolat, épp is
az éneklő Pannónia kórus találkozóra jöttek először, és hát örülünk neki, hogy mindig eljönnek, és gyönyörű műsorral gazdagítják a fesztivált. 1968-ban kezdtem tanítani, és hát azóta, de már főiskolás koromban is megbíztak azzal, hogy egy közgazdasági technikum, még akkor technikumnak hívták, hogy vezessem a kórusokat, és nagyon kórusukat, nagyon boldog voltam, és hát sajnálom, hogy ma már egyre kevesebb kórus működik ezekbe a szakiskolákba is, de még az általános iskolába is. Éppen a napokban gondolkodtam el azon, hogy hát én nekem is hálásnak kell lennem, hogy elém ülnek, és hetente kétszer is jönnek gyakorolni, vagy ha hétvégén szerepelni kell, és jönnek. Hát több szálon fut ez össze. Az egyik az, hogy ha gyerekkorában is megízlelte a kórus munkát, akkor vágyakozik arra, de ez egy olyan közösségi munka. Például csak azt mondom, hogy tanulunk akár Kodály műveket, vagy Bárdos műveket, egyedül nem tudja leénekelni. Tehát kell hozzá társ. Kell hozzá 2-3 szólam már mindjárt, és amikor próbálunk, hát vannak gondok, mert vagy egyik nem tud jönni, vagy a másik, és akkor csak biztatják, hogy na csak gyere, mert hiányoztál, és az embereknek szükségük van erre. Én nagyon remélem, hogy a mai fiatalok, akiknek most sokszor mondják, hogy hű, mert a számítógép, meg a számítógép, egy idő után előjön bennük az az érzés, hogy kell valami más is. Mert azért csak azt látom most is, én még hála Isten tanítok, hogy alig várják, hogy vége legyen a szünetnek, hogy azért mégiscsak egy kicsit a bandával együtt hancúrozhassanak. Hát a kórus is így van, hogy bízom benne, hogy mindig azért, amíg ember él a földön, megkeresik egymást az emberek ezekre a gyönyörű művekre. A hangversenyt ezúttal is áhítattal kötötték egybe, amelyet Kenyeresné pap Kinga Katalin, a Garai János gimnázium tanára tartott. A hitről lesz az elmélkedés, alapvetően a békesség a téma, a belső béke, hogy az ember hogyan érheti el a békét, milyen útjai vannak, és hogy milyen különbség a között, a béke között, amit az Isten tud adni, és a között, amit a világ tud adni. Óriási a különbség, ennyit mondhatok előre. Az az igazság, hogy az áhítat is a tapasztalaton túlit próbálja megragadni valamiképpen, a tapasztalatból származó szavakkal. Ez egy eleve nagyon nehéz feladat, hiszen alig értjük egymást, aki emberrel beszélt már életében, tudja, hogy nagyon nehezen születik meg ugyanaz a gondolat a másik emberbe, mint amit mondani akarok. És ez egy külön kegyelem, hogyha értjük egymást, és nem értjük félre egymást. A zene az most itt szóval kiegészítve, mert kórus, tehát nem szimfonikus zenét fogunk hallani, nem csak a dallam, a ritmus, hanem az énekszöveg is kiegészítve a zenét szól. Gondolom Istenről is beszélni fog, de rólunk mindenképp emberekről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy találkozás lehet önmagunkkal, egymással és a Jóistennel. Szent Ágoston azt mondja, magadnak teremtettél, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. A Garai Gimnáziumban tanítok, a város egyik legklasszabb intézményében, hanem a legklasszabb intézményében, és onnan ismerem kedves kollégámat, Naszladi Juditot, aki remek zenész, nagyszerű kórusvezető, és nagyszerű kolléga, jó barát. Néhány hónapja én is éneklek az iskola kórusában, úgyhogy ilyen formán is megismerhettem az ő munkáját egy kicsit jobban belülről, és ő is talán engem, és ez volt az oka annak, hogy
felkért arra, hogy a mai elmélkedést, ami inkább nem is elmélkedés lesz, hogyha egészen őszinte akarok lenni, hanem tanúságtétel, hogy ezt ma én mondjam el. A múlt hónapban voltunk, vagy talán két hónapja voltunk egy kórusversenyen itt az iskola kórusával, és ha jól tudom, Kodály Zoltán szavait idézte a zsűri elnöke, aki azt mondta, hogy a szolidaritásnak, az emberi szolidaritásnak a csúcsa a kórus, mert hogy a kórusban az ember olyat tud létrehozni, amit egyedül képtelen volna, mindenki egyformán fontos, ha egy elrontja, akkor mindenkinek kudarca van, és hogyha mindenki a maga módján, a maga helyén teszi a dolgát, akkor mindenkinek sikere van. Szóval az együttműködésnek a csúcsa ez a hely. Nagyon jó. Gyerekkorom óta éneklek kórusban, én Nagyváradon jártam gimnáziumba, a Szent László gimnáziumba, és ott a Bazilika kórusában, a Szent László kórusban énekeltem. És csodálatos, az egy szimfonikus zenekarra kiegészült nagy kórus volt, úgyhogy nekem nagyon jó élményeim, emlékeim vannak a közös éneklésről. Rockenbauer Pál egykori kollégái is csatlakoztak ahhoz a túrához, amit néhány napja szerveztek Szekszárdon. Kevesen tudják, de az 1980-as években hatalmas sikert aratott televíziós sorozat, a Még egy millió lépés Magyarországon utolsó részét az országnak ezen a részén forgatták. Egy lelkes helyének pedig nemrégen sikerült megvennie azt a tanyát, ahol a zárójelenteteket felvették. Közel 50-en vágtak neki a túrának, ami a Szekszárd melletti sötétvölgyi tótól indult, és a város szurdikain át a lisztestető környékén található egyik tanyáig tartott. Ez volt az az ingatlan, ahol 1986. október 12-én a Még egy millió lépés című nagy sikerű televíziós sorozat utolsó jeleneteit rögzítették. A tanya akkor a Tolnai vármegye székhelyen sokak által ismert Prajda vendelé volt, nemrégen pedig Borsi Zsolt vásárolta meg azt. Ezek már a túra utolsó méterei. A résztvevők között ott voltak a kultikus televíziós sorozat alkotói közül hárman is. Gyenes Károly rendező-szerkesztő, Faludi Sándor hangmérnök, valamint Tolnai Ferenc, a képernyőn olyan gyakran látott méterszámláló felelőse is. Borsi Zsolt, aki az ismeretlenség homályából bukkant föl a mi életünkben, ezen a tavaszon kaptunk egy levelet tőle, Sanyi talán, vagy én, vagy mindketten, és azt említette, hogy jöjjünk ide a Prajda tanyához, nézzük meg, hogy mi készül itt. Hát, bíztunk is abban, hogy van valami látnivaló, meg nem is, de azt, amit láttunk, és amit kaptunk, ezt el nem tudtuk képzelni. Zsolt, tegnap valakinek meséltem, hogy mi ez, amit te itt csinálsz a szekszárdiaknak, meg a még távolabbiaknak, és azt mondták, hogy ilyen nincs. Azért, hogy megismertessük a szekszárdi embereket, a környékbeli emberek, hogy milyen kincs lakozik a kezünkben. Itt ért véget a dél-dunántúli kék túra, ennél az asztalnál, amit utána évente visszajártak, mármint barátok, a kék túrás rock'n'roll barátok, és még a Duna szakaszt is innen filmezték le. Ezért szerettem volna megmutatni mindenkinek, hogy ez egy kincs Szekszárdnak, Tolna megyének, meg mindenki, aki úgy érzi, hogy ezzel a szellemiséggel tud azonosulni. Zsoltnak sikerült megmentenie azt a falszalt is, ami köré 37 évvel ezelőtt az alkotók leültek és beszélgetni kezdtek a házigazdával. Rockenbauer Pál és munkatársai az 1980-as években valóságos mozgalmat indítottak el idehaza az ismeretterjesztő televíziós sorozataikkal. Addig otthonülők ezrei, sőt tízezrei ragadtak hátizsákot, hogy gyalogosan fedezzék fel hazánk gyönyörű természeti és építészeti örökségeit. Így volt ezzel Zsolt is. Filmen láttuk, még fekete-fehér filmen láttuk annak idején. Utána nekem is egy nagyon sok 10-20 év kiesett az egész történetben. És én se találkoztam volna vele, ha nem mondták volna egy ismerősök, barátok, hogy rávezettek, hogy talán minthogyha itt lettek volna, és itt lettek. És így összeraktam a képet, hogy összeraktam mindenféle mondákból, mendemondákból,
hogy ténylegesen itt ért véget. És a film is, a filmből tudtam azonosítani magát a tanyát és magát az asztalt. És ahogy az asztalt azonosítottam, és szerencsés helyzetben voltam, mert eladó volt ez az ingatlan, meg tudtam vásárolni, és onnantól kezdve felvettem nagyon nehezen ezekkel az emberekkel, 75 pluszos emberekkel a kapcsolatot, akik annak idején itt ültek a Rock'n'Roll Pállal, operatőrökkel, hangmérnökökkel, mindenkivel, szerkesztőkkel, fel tudtam menni a kapcsolatot, és mindenki egyből iget mondott, hogy jönnek, és megnézik a helyet, és újból lejönnek. Úgyhogy most ez a túra, ez az ő kérésük volt. Nem az én kérésem volt, az ő kérésük volt, hogy egy túrával emlékezzünk meg az egész történésről, és hogy ez az egész hely legyen egy Rock'n'Roll Pál, illetve egy déli kék túra útvonal végének a emlékháza, ahol ők rengeteg képet biztosítottak, és próbáljuk is ezt méltóvá tenni. A civil kezdeményezés célja tehát, hogy a Rockenbauer-i örökséget felelevenítve ismét népszerűvé tegyék a túrázást Szekszárdon és környékén. Az 5 órai tea című beszélgetés sorozat legutóbbi vendége Nagy Viktor volt. A Dombóvárról elszármazott Jászai Mari díjas rendező, zenetanár, érdemes művész, betekintést engedett egyebek mellett élete fontos állomásaiba. ...1954-ben született Dombóváron. Már gyermekkorában hangsúlyos szerepet kapott a zene, zeneiskolában zongorázni tanult, majd a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában a kürt volt a hangszere. Az 5 órai tea rendezvény sorozat vendége ezúttal Nagy Viktor, Jászai Mari díjas rendező, zenetanár, érdemes művész volt. Szüleim is itt éltek, sőt, dédszüleim is itt éltek, és hát... Ide jártam zenei általános iskolába, és hát itt nagyon sok minden fűz ide, tehát nem csak az általános iskola, barátok. Tulajdonképpen itt kezdtem zenélni a zeneiskolában, először zongorista voltam, aztán fúvos hangszerek kezdtek érdekelni, és végül is kürtösként felvettek a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába 1968-ban, tehát egész odáig dombovári voltam, 54-ben születtem, tehát 14 évig. Aztán már úgy félig pécsi lettem, tehát oda jártam gimnáziumba, utána oda jártam a zeneművészeti főiskolára, majd 83-ban a színművészeti, akkor még főiskolára vettek föl nappali tagozatra, és akkor oda aztán 5 év plusz, aztán azóta ott élek Budapesten, de hát édesanyám, aki idén halt meg, végig itt él Dombováron, és hát sokat találkoztunk, és látogattam. A zene családi indítatás volt, mondja a rendező. Beírattak a zenei általánosba, és akkor hát mi legyen a hangszer? Mi legyen a hangszer? Hát legyen zongora. És akkor zongoránk nem volt, és egyik rokonunkhoz jártunk gyakorolni. Hát télen fűtetlen szoba volt, nem volt valami túlságosan barátságos, de hát azért lehetett, aztán később vásároltunk egy zongorát, és akkor már könnyebb volt a helyzet. Tehát így lettem zenész. 1976-ban zenetanári diplomát szerzett, majd rövid ideig gyakorolta a zenepedagógusi hivatást. Írni kezdtem mindenfélét, többek között színdarabokat is, és akkor hát nem volt, aki megcsinálja, megrendezze, és akkor saját magam elkezdtem ezzel foglalkozni, és annyira megszerettem, hogy aztán csak saját darabjaimat, hanem más darabokat is megcsináltam társaimban, gimnázistákkal, később idősebbekkel is már dolgoztam. Hát akkor fénykora volt ennek a úgynevezett amatőr színjátszásnak. Pécset is nagyon sok ilyen együttes volt, milyen kis nagyon jó kis társaság volt. Hát annak az utódja lett az a Pécsi harmadik színház, amit a Vince János barátom vezet a mai napig. Bár Nagy Viktor napjainkban már nyugdíjas korban van, ennek ellenére fiatalokat meghazudtolva dolgozik, rendez, tanít. Budapesten az Új Színháznak vagyok a főrendezője. Jelen pillanatban Színház és Filmművészeti Egyetemen most indítok egy rendezőosztályt szeptemberben. Most lesznek az utolsó
fordulók, felvételi fordulók, két nap. Mellette tanítok dramaturgokat is, zene, stílus, történetre, stb. Aztán tagja vagyok a Művészeti Akadémia, Magyar Művészeti Akadémiának, ott, sőt, ott tagozatvezető vagyok, tehát ott is van elég sok munka. Úgyhogy van éppen elég tennivaló. Ezzel telnek a napjaim. A fiatalok sok minden iránt érdeklődnek, és igazából nem azt mondom, hogy nehéz őket bevinni a színházba, de nem könnyű eltalálni, hogy éppenséggel mire kíváncsiak. Ugyanúgy kíváncsiak esetleg egy zenés darabra, vagy egy prózára, vagy egy kicsit avantgárdabb színházi felfogású előadásokra, hagyományosra, tehát ők tulajdonképpen mindenevűek, de hát a jót azt szeretik, tehát igazából az hamar fölmérik, hogy hova érdemes menni. Tehát nem rosszabb a helyzet, mint volt, hanem inkább egy kicsit más olyan szempontból, hogy sok mindennel meg kell küzdeni. Mobiltelefonnal, különböző tévé csatornákkal, internetes csatornákkal, stb. Tehát ez vetélytársa a színháznak, filmre nem is beszélve, de a film talán annyira nem. Úgyhogy folyik a minden színházban az a munka, hogy a fiatalokat bevigyék, és nem könnyű vállalkozás, de szerintem van jövője. Akiket viszont megragad a színház világa, különleges élményekben lehet részük. Kell egy ráhangolás, egy ráhangolódás, tehát magam is tudom, hiszen talán jó visszaemlékszem, talán így profi színházba 14 éves koromban kerültem, 8. osztálykiránduláson Budapesten, a Nemzeti Színházban, máig emlékszem. Tehát így Dombaváron, én színházban nem voltam, tehát itt nem volt semmiféle színház, Pécsre nem jártunk, úgyhogy az volt az első, de hát ezek komoly benyomást keltettek az emberben. Köszönöm figyelmüket, már ennyi volt a Kultúrszoba, viszontlátásra!